Sziasztok! Ez most egy bagett recept, de szerintem, hát nem tudom, lesz-e belőle bagett, hát már kenyérre gondolok, hogy azt fogok belőle készíteni, de lehet, hogy két bagett is lesz belőle. Majd meglátom. Reggelig eldöntöm, vagy hát mikor majd reggel nekiállok. Úgyhogy na mindegy. Most akkor haladjunk, ez egy előtészta lesz. Ilyet még nem készítettem, már nincs róla videó. Nem is szeretem, megmondom őszintén, régen szoktam, de nem szeretem, de ezt most kipróbálom, a neten láttam. A hűtős kovászomat frissítettem. 11 óra 45-kor tettem be, vagyis hát egy kicsit megemelkedett, akkor addig az első vonalig, akkor betettem a hűtőbe. A 9 óra körül vettem elő, vagy valahogy így, most már este 11 van, el is múlott 5 perccel. Már nem sokat emelkedett, de a duplája fölött van jóval. Úgyhogy azt most a kovászt kikeverem a vízzel. Aránylag jól kikevertem, most hozzászitálom a lisztet. Ez sima B5-5, ez pedig kenyérliszt. Majd a videó alá leírok mindent, hát ha valaki elkészíti. Az előtésztát azért nem szeretem, mert ez olyan, mint a kovász szinte. Hát nem szinte, hanem az lesz most. Hiába múlott a 11 óra, 25 fok, 25 fok, hát ez hidegebb nem lesz, hát mi lesz ebből reggelre? Nem mindegy, kipróbáljuk. Remélem, nem emelkedik olyan sokat, hogy ebből kifut. Hát kétlem, hogy annyit emelkedjen. Mi lesz ebből? Azt találtam, hogy jó lesz. Én csak attól félek, hogy ez reggelre soha meg se vanyodik. Mert nem tudok olyan korán nekiállni, én nem fogok korán kelni, én nyugdíjas vagyok, ráérek. Korán keltem eleget. Dolgoztam, Isten tudja hány évet, 30 valahányat. 40-et is. Olyan jól megnéztem azt a videót, amiben ez le volt írva, hogy nem is tudom, hogy nájlomba húzta, vagy mit csinál, vagy ruhát tett rá, hát. Úgyhogy én most egy tányérat választok. Kész. Akkor majd jövök vissza reggel. Valamit csinálok belőle. Kell a kenyér. Na, nézzétek meg az előtésztát. Mondom, majd tele lesz az edény, de ahogy lett tele. De megmutatom. Azért duplája fölé emelkedett, mert ugye itt szükebb az üveg. Itt olyan híg, mint a víz. Hú, mi lesz ebből? Nem érem, és kiszedek ebből a üvegtálba mindent bele a keverőbe. Most hozzáadom a langyos vizet. Egy csöpöt hagyok majd a sóhoz, a barna cukrot, a kovászt, na azt le kell mérnem, mert az 40 gram kell. Nem, 50 gram kell. 50 gram kovászt kell. Most ezt a nevelek egy kovászt, egy teljes küldésű kovászt, és most már 8. napos, úgyhogy azt fogom beletenni. Nem ilyet kéne lenni, hát fehér kovászt minden először, de most ezt fogom bele. Ez egy próba lesz.
50 gram. Hát nem is viszem bele a gépbe, mert ez olyan híg, hogy én simán el tudom keverni. Mi lesz ebből? Megkóstoltam különben az előtésztát, nem volt semmi baj. És akkor most beleszitálom a lisztet, akkor már tényleg a gép. Benne a liszt, most ezt már géppel kevertetem ki. A liszt az ugyanúgy, mint este. Kenyérliszt és sima B55, csak most fele-fele arányba, majd a videó alá mindent leírok. És pár percet pihentetem, és akkor hozzáadom a sót, és jól kidagasztom. Meg a pici vizet. Elnézést a háttérzaléért, de olyan meleg van, ugye be kell tenni itt, a 8-as mellett lakunk. Itt akkor a forgalomban be kell tenni ajtót, ablakot, hogy halljátok, mit beszélek. Úgyhogy muszáj menni a ventilátornak, mert itt tájulnák el. Most hozzáadom a sót. És a maradék kis vizet. Nem sok. De ennyi pont elég, hogy ott a sót egy kicsit megolvaszta, és egy olyan 4 percig dagasztatom. Olajozottál ezt a kis patulját, vagy minek mondjuk. Ezt is beolajozom, szépen kidagasztotta a gép, de nem volt elég a 4 perc, úgyhogy 6 perc, majdnem 7 percig dagasztotta. Most úgy beolajoztam ezt a akármit, hogy ki se tudom venni. Különben valakit érdekel, akkor ez a mind megette oldalán a bagett és batát, vagy nem tudom mi ennek a neve, egy kis gombóc, de lisztes tányérba. De hát mondom, én másképp csinálom, ugye, nem is tudnám, mert biztos az valami mesterszakács. Meg én nem veszem ki, hogy meghajtogassam, itt az olajos tálba fogok sziromhajtást végezni. Nagyon szép a tészta. Ugye a ferekovász, vagyis hát amit ma hozzátettem még, az csak 8 napos. Hát, nem tudom, hogy az előtészta az is ugye mennyire teljes kovásznak számít, úgyhogy azért szerintem ilyen 40 percenkéntnél nem fogom sűrűbben hajtogatni. Kicsit sok lett az olaj, remélem nem cseszek rá. Egy kanállal ír, de ez sok ez az olaj. Habár a tésztában nincs, talán ez nem lesz baj. De látom, hogy nagyon sok az az egy kanál olaj. Jó van, akkor olyan 40 percenként így sziromhajtom. Lekötöröm a kezem. Jó. Hát ez akkor lett, mint egy cseresznye. Jó szorosra. Ugye ez a Szabi a pék, vagy mit tudom én ki ez a férfi. Ez nem gombócozott. Ő nála olyan hamar megkelt minden, hát én nálam biztos nem fog, ez kíváncsi vagyok. 26 fog van most itt a konyhán, ha jól látom. De hát ha kinyitom az ajtót, akkor azért jobban jár a levegő, csak most a hangok véget tettem be. Jó szorosra. Így. És akkor bele a vízbe. Kötény sincs rajta, mert olyan meleg van, majd még azt is eltűröm, de hogy is. Na jól van. Akkor ezt nájlonba húzom, ezt meg csak így szabadon, és akkor 40 percenként hajtogatom, és várom, hogy feljöjjön a gombóc, akkor majd jelentkezem újra. A nájlonba spriccelek egy kis vizet,
fel a tészta. És akkor kényszer ráírom, hogy mikor kezdtük a ugye, hogy mikor kezdtük a keresztés, 9 óra 10. Na majd jövök. Azt még egy pillanatra megmutatom, hogy így gondoltam majd a keresztést, ezt ugye nájlomba tudom húzni, hogy bevizeztem a tepsit, és akkor ugye hozzátagod a papír, akkor könnyen meg lehet formázni, így elosztottam, és akkor ezt a tésztát három ilyen bagettfélére, de nem bagettre, ha már azért annál vastagabb, meg ugye akkor így kellene, hogy jó hosszú legyen, hát akkor a sütőm. Ez elég nagy, ez egy nagy tepsi, úgyhogy három ekkora, nem lesz olyan túl vastag, hát ez azért nem olyan 60 deka liszt lehet összesen, vagy mennyi, mindjárt várjátok. 680 gram a liszt. Hát azért nem kicsi, ebből egy hatalmas kenyér lenne, úgyhogy három kis ilyen valami bagettféle valami lesz belőle. Hát ha sikerül. Hát ha nem, akkor úgy jártam. Na majd most már tényleg akkor jövök, mikor kész a tészta. Eljött a gombóc, ugye 9 óra 10 volt, hogy a gép bedolgoztotta, az akkor 9, 10, 10, 10, 11, 10, 12, 10. Tehát 2 óra 50 perc alatt, 2 óra 40 perc alatt, már még csak 12 lesz 10 perc múlva. Na, akkor gondolom, hogy az előtészta véget dolgozott ez ilyen gyorsan, itt a gombóc. Ezt majd kiveszem. Kiveszem majd utána. Majd összevesztet, kicsit pihentetni is kell. Ezt ide kiöntöm. Na, szép a tészta. Nagyon szép a tészta. Már ezzel is el tudom vágni, nem muszáj annyira egyformára. Három darabba gondoltam, ugye, ahogy mutattam, hogy a tepsi három részre lett osztva. Nagyon csak egy kicsit összegöngyölgetem, hogy egy kicsit pihenjen. Nagyon jó a tészta. Ez biztos egy kicsit nagyobb, de hát mindegy. Tele van levegő buborékokkal. Ugyan 10 percet pihentetem. Csak egy ruhát teszek rá, mert most hát mit nájlont húzzak rá, jó lesz ez a ruha 10 percig. Addig kiveszem a gombócból, vagy a vízből a gombócot. Ugye ugyanebben a vízben megy vissza a másik gombóc, ha el nem felejtek kivenni. Eltelt a 10 perc. Hát most megpróbálom úgy, ahogy ez a pék lehet, nem tudom. Ahogy ő csinálta, nem igen, ennek kellett volna lehet valamennyi idő, hogy behajtotta egyik felét, behajtotta a másik felét, úgy, és akkor a kettőt így össze. A gyerekek, én már olyan vagyok, mint egy pék. Jó, fiárakjuk pihenni. Na most mit szóltok hozzá? Egész jól ment. Nem furcsa ez a liszt. Ez itt a vétes lisztet bújtottam ide. Fú, de meleg. Úgy, és akkor félbehajtjuk.
ezt már nem mutatom. Most ugye akkor egy kicsit pihent, most akkor megsodrom. És akkor a végét egy kicsit így ki, itt a varat. Ezt lefelé nézzen. És akkor berakjuk a tepsibe. Na, mit szóltok? Ilyen bagett formája van. Majd egy papírt kihúzok alulra. Ez nem a legszebb, egy kicsit behajtom. Ide raktam egy kemény papírt, mert nincsen nekem ilyen formám. Jó lett, nem? Nem vettem ki gombócot. Na. Jó lesz ez így elsőre, hogy még soha nem csináltam. Gombócot jó keményre. És hogyha feljön, megmozgatom, és hogyha feljön a gombóc a vízszínére, akkor fogom a sütőt elgyújtani. 240 fok, alsó-felső, és 30 percet legalább, vagy 35-öt előmelegítem, mert a gombóc előbb feljön, mint kellene. Ugye múltkor volt egy ilyen kísérlet. Előbb feljön, mint kellene, úgyhogy pont úgy jó, hogy akkor van elgyújtva a sütő, mikor feljön a gombóc, és akkor ugye fél a... Én ugyanazt mondom még egyszer. Na, jól van, akkor majd jövök vissza, ha feljött a gombóc. Visszajöttem, feljött a gombóc a vízszínére. Már fél órája. Úgyhogy akkor bekapcsoltam a sütőt. 240 fok, alsó-felső. Jó, most jó lenne kivenni, de úgy döntöttem, nem veszem, mert hát ha összetakolmányozom itt az egészet, mert dupla papír van, inkább a kettes sínre rakom a tepsit, úgyhogy lejjen, meg majd megnézem, mennyire sül az alja, úgyhogy akkor ki is tudom venni innen, akkor már papírral, hogyha egy kicsit megsül, akkor már ki lehet venni. Úgyhogy na, úgy készítem most ezt az egészet, ahogy láttam, tehát be kell vizezni. Én nem vizetem úgy, hogy be kell nem, hanem így lefújhatom vízzel, és akkor egy kicsit megliszteztem. Nem tudom, mi lesz ebből. És akkor bevizezem a pengét. És akkor bevágom. Lehet, hogy csak egy ilyen húzás kellene. Megpróbálom bátrabban. Na, hogy ez. Mi lesz belőle? A tepsi igen magas, nem éri végig, meg nem fog bele tákolmányozni, inkább repedjen el egy kicsit bele. Na jó, mindegy lesz, amilyen lesz. Ezt letöllöm, mert ráig egy ilyen csésze, nem tudom, ez 2 decis lehet körülbelül, ezt belocsantom a sütőbe, és beteszem a tepsiket. Vagy hát a tepsit.
Jó, és akkor 10 perc 240 fokon alsó-felső, és akkor majd visszaveszem 210 fokra sülésig. Letelett a 10 perc, most visszavettem 210 fokra, ugyanúgy alsó-felsőn van. Most már 21 perce a sütővel van. Ugye a cukor azért kellett bele, hogy barnuljon a héja. Hát nem akar. Úgyhogy... Nem tudom, mi lesz. Pillanatra kinyitottam az ajtót, hogy kiengedjem a gőzt. Már másodszor. Most megfordítottam a tepsit. Mindjárt 35 perc telik el a sütés kezdetétől, de hát ez még mindig csak olyan halvány rózsaszín. 35 percnél megnézem, milyen az alja, aztán ki is veszem. Persze csak akkor, hogyha sűrűnek látom az alját. Ilyenek lettek. Lefújom. Szerintem sültebbnek kellett volna lenni. Én ahogy láttam, több cukrot rakott a fék, vagy ki az a férfi. Hát ha azt nézem, hogy ez körülbelül egy olyan kenyérnek felelő meg, akkor nem rossz. Gondolom jó hólyahos lehet a belsejére, valamis remélem. Valahol láttam, hogy megrepett. Most tudom, hogy... Zsemje illata van. Mindig azt mondom, hogy amit láttok, nem olyan szép. Amit én látok, az szebb a telefonon kívül. Hát most azt mondom, hogy telefonon szebb, mint amúgy, mert itt pirosabbnak néz ki. Nem vagyok megelégedve, megmondom őszintén, kíváncsi leszek holnap a bélzete milyen lesz. Vagy lehet, hogy még ma este megvágom. Majd meglátom. Hát jól van, hát ez most ilyen lett, ez egy próba volt, de szerintem több cukor kellett volna bele, én csak egy kávéskanállal raktam, mint ha annyit írt volna. Igen, egy kávéskanál barna cukor, de lehet, hogy én elnéztem, nem tudom, az egy kávéskanál az annyira kevésnek tűnik nekem, attól nem lesz ilyen szép piros. Meg hát ugye a papír is, lehet, hogy egyesével kellett volna őket. Tehát akkor túl kell, ahhoz nagy sütő kell. Mindegy. Megesszük. Majd jövök a bélzetével. Nem várom meg a reggelt. Jól kihűlt, már eltelt pár óra. Úgyhogy most megszelem. Hő! Besülhet van. Megnézzük, milyen lett. Ez zsemjének lett volna jó. Olyan, mint a zsemje. Finom, puha. Szép különben. Hát meg nem kóstolom, ne haragudjatok, mert én ilyenkor már nem eszek ilyen szilárd ételt. Este 8 óra körül, de az illata nagyon finom. Nem lett rossz, igaz? Lehet, hogy készítek belőle zsemjét legközelebb. Milyen jó lenne ilyen hamburger zsemjének is. Várom, az mint a vásárlagú lenne. Jó van, örülök, hogy megnézted a videót. Annak a mindennek ellenére azért úgy, hogy első bagett, batárd, vagy mi ez? Bagett és batárd, igen, bagett és batárd keverék. Egész jól sikerült. Na. Sziasztok! Készítsétek el ti is!